Tegyük fel a kérdést, fontosak a tankönyvek az oktatásban? Képesek a tanáremberek arra, hogy mindenre megtanítsák a gyerekeket általuk? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Rozmaring utcai alapiskola által szervezett konferencián. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo túto pedagogickú konferenciu zorganizovať, pretože podobné akcie v slovenskom jazyku sú. Örülünk, hogy sikerült megszerveznünk ezt a szakmai tanácskozást, mivel ilyen jellegű szlovák nyelvű konferencia ritkán zajlik régiónkban. Az ötletet a Komenszky Intézet pályázata adta, az Orange, a Telekom és az ESET alapítványok támogatásával, de meg kell említenem Szabó Szilvia kezdeményezését is. A téma, vagyis a tankönyvek nélkül tanulunk szinte magától adódott, hiszen meg szerettük volna mutatni, hogy városunkban, régiónkban számos kreatív pedagógus van, aki képes arra, hogy tudását innovatív módon adja át a gyerekeknek. Ezeknek a tanárembereknek nem okoz gondot az sem, ha gondok adódnak például a tankönyvekkel az évek során. Gyakran ugyanis késve és nem elégséges számban érkeznek meg az iskolákba, vagy pedig egyáltalán meg sem kapjuk azokat. Konferenciánkra számos településről érkeztek pedagógusok, lektorok, legtöbben a komáromi járásból, de jöttek Érsekújvárból is. Itt létük bizonyítja, hogy nekünk is vannak kitűnő pedagógusaink, akik munkájukat, tudásukat tökéletesíteni szeretnék, és ez nagyon jó hír a tanulók számára. Ktorí sa chcú vo svojej profesii zdokonalovať, je aj u nás dostatok a to je pre našich žiakov mimoriadne dobrá správa. Rozhodol som sa konferencie Učíme sa bez učebníc zúčastniť preto, že ako začínajúci učiteľ stále hľadám. Azért döntöttem úgy, hogy elévök a konferenciára, mert pályakezdő tanárként keresem azokat a módszereket, formákat, melyekkel gazdagabbá tehetném az oktatási folyamatot. A tanácskozás legérdekesebb előadása számomra Bucsek Szilveszteré volt, aki arról szólt, hogyan lehet játékos módon tanítani. Mi is a gyerekek is szívesen játszunk, mert ennek ösztönző hatása van. Az oktatás tehát könnyed, játékos módon zajlik, a gyerekek pedig az előre meghatározott feladatokért, az eredményekért pontokat kapnak, ennek eredményeképpen különböző szintekre jutnak. Minden egyes új szintért jutalomban részesülnek a tanártól, hogy mi a jutalom, azt a pedagógus maga dönti el. Ez ösztönzött hát engem is, valami hasonlót én is bevezetek az osztályomban. A tanácskozáson a komáromi iskolák pedagógusai is előadást tartottak. Szabó Szilvia, a Rozmaring utcai alapiskola pedagógusa, Bajkai Katalin, a Határőr utcai alapiskola tanára, illetve Kamocsai Anett és Erdélyi Anna Mária, akik a Komenszky alapiskolából érkeztek. Műsorunk valamelyikében még foglalkozni fogunk ezzel a témával.